hogyha ti választhatnátok, a ti zenekarotok választhatna egy rendezvényt, egy kifejezetten sportrendezvényt, amin játszana, akkor mi lenne ez a rendezvény? Így egyezményesen, amire azt mondtok, hogy na igen, erre elmennénk, ez lenne az első, a másik, hogy mögötted van egy piros színű telefon. Hogy Géza bácsi van a másik oldalon, ő szervezi ezt a sporteseményt, és neki föl kéne hívni, Géza bácsit föl kéne hívni, hogy mi a zenekar Rider-e. De, tehát Rider alatt nem feltétlenül azt értjük, hogy milyen dobba és milyen mikrofonok legyenek, hanem hogy nyilván ami a backstage-ben is, és akkor innentől kezdve rátok van bízva. Szóval, hogy jókat kérdeztem, annyira nem vagyunk sportban járatosak, legfeljebb tipmixelni szoktam. Én sakra szoktam rakni egyébként, mert az mindig bejön. De valószínűleg sakból nem annyira szerveznek. Mi volt a kérdés? NASCAR-t. NASCAR-t nem szerveznek a sakmeccseken. De egy NASCAR-ra nem mennék zenélni. Nem, szerintem mindenképp valami, tehát hogy képzeld el, hogy játszhatsz bárhol, és hülye vagy, hogyha nem azt mondod, hogy egy boxmeccsen, vagy egy pankráción fogsz. Tehát ha nem verik szét egymást emberek, akkor szerintem annak a sportnak semmi értelme nincs. Úgyhogy szerintem mindenképp, hogy box vagy pankrációra kéne, vagy jégkorong. Legyen box meccs, és a háttérben egy NASCAR meccs menjen. Igen, legyen menne VR, az a lényeg. Ja, tehát ilyen többszintű sportról beszélünk, egy NASCAR meccs, aminek a közepén egy box meccs megy. Igen. És a háttérben mondjuk közvetítek egy sakot. Ja, super, megvan. Egy NASCAR meccsen egy sok bajnokság, ami és közben... És egy box meccs. Igen. És akkor most mondjuk el a Rider-t, hogy mit kérnék kész. A NASCAR-ra. Én nitrót mindenképp kérnék. 5 kiló nitrót. Mi a telefonszám, tudjátok? 1-4. Nem 8-8-8. Én szeretnék kérni egy nagy doboz Strepsils szopogató tablettát. Itt jön Géza bácsi. Várjál, most a Géza bácsinak nincsen mikrofonja ám, azt ugye tudjuk. Nem, Géza bácsi egy képzeltbeli személy. Úgyhogy mondd el Géza, Géza is hallja meg a mikrofon vagy te leszel Géza bácsi. Nem, én nem vagyok Géza. Tisztelt Géza! Halló? Te vagy a Géza? Nem. Jó, Géza. Kedves Géza, nem tudom, hogy a zenekar technikai riderét elolvastál. Mit? Hát a technikai rider, ami a zenekar... Ja, persze, megkaptuk. És hogy mennyire kivitelezhető az a sok minden, amit kértünk? Hát nem tudunk sajnos alkohollal szolgálni, úgyhogy akkor az egész ridernek vége van. Mert az egészet arra építettétek föl, sörös dobozokon fogtok zenélni. De hogy mi boxolók vagyunk ám. Ja, hogy mi igazából is zenélni jöttünk. Köszönöm. Meg a Renault Taliámra szeretnék téligumit a NASCAR autókról és szerezni. És elég mondtatul, nem szeretném. Én átolom neked Gézát. Halló. Szia. Üdv Géza, ahogy az előbb is említettem, jó lenne egy téligumi a kocsimra, mert már 3 éve ugyanazokkal a téligumikkal autózom, és lehet, hogy ez kicsit veszélyes. Nem tudom, a NASCAR autókon milyen téligumi van. Kivel beszélek? ezt most nem mondhatom, mert amúgy, egy kitöltött a telefont, az első dolog kell, hogy bemutatkozol szerintem. Bemutatkoztam. Nem mutatkoztam be. Amúgy szerintem, őszintén szóval, hogyha tényleg mennénk egy koncertre, akkor mindenképp a Renault-dal kéne menni. Hát egyértelműen. Renault Taliáddal. Ami defektes. Ami darás hangot ad, hogyha nem indexelsz. Nekem egy Fiat Seicentum van, aminek lyukas az alja, az nem jobb erre a célra? De szerintem jobb. Azt mondta Géza, hogy beszélne veled. Össze kéne hegeszteni a két autót szerintem. Az a kérdés a zenekarnak, hogy autóegesztés megoldható a koncert teljes ideje alatt. Igen. Berakjuk a többi NASCAR autó mellé. De hogy ez gyorsabb azért. Hidd el, hogy ott leszek a legelején. A mezőny legelején lesztek végig. Ez a Géza, ez nem érti a nyelvünket, úgy érzem. Úgy érzem, hogy Géza én vagyok. Szerintem Géza nem akarja teljesíteni a kéréseinket. Gézával ledumáltuk, amit kellett. Nem hozunk semmit igazából. És megcsinálja a táliámat, király. Jó, megcsinálja és rak rá vontató horgot. Jó. Jó, igazából ennyi lenne szerintem. Kész van Géza. Teljesen bekészült a csávó.